A Várva Kft. Közelmúltban elvégzett és aktuális feladatairól szólunk most itt elsőként. A háttérben a stúdió vendége a Kft. Ügyvezetője Mótyán Krisztián. Köszönöm szépen, hogy eljött. Köszöntöm és köszöntöm a kedves nézőket is. Hát akkor a már elvégzett feladatokról. Ugye egy szlogenünk az, hogyha ősszeli találkozunk, utalva vissza a nyárra, hogyha nyár, akkor intézményfelújítások. Miben testesült ez meg 2024-ben? Ebben az évben nem volt igazán jellemző intézményfelújításunk, inkább csak kisebb javítások voltak. Akkor töröljem ezt, mint szlogent. Hál' Istennek az elmúlt években nagyon sok mindent meg tudtunk csinálni. Ugye tavaly évben volt a födémszigetelések, idén festési munkákat végeztünk el, nem voltak akkora vonómenű munkák, mint az elmúlt években. Köszönhetően tényleg annak, hogy nagyon sok mindent elvégeztünk az elmúlt néhány évben. A kánikulának a jelek szerint a végére értünk. Locsolás frontján mennyiteni való volt? Folyamatosan, még hétvégén is locsolnunk kellett, sőt annyi volt, hogy nem győztük saját magunk, egy alvállalkozót kellett bevonni. Köszönhetően annak, ami ez egy örvendetes hír, hogy nagyon sok fát ültettünk el az elmúlt években, és ezek a fák azért főleg ebbe a szárazságban a fiatal fák, a 4-5 éves fák is még utógondozást kérnek, és ehhez gyakorlatilag napi szinten két autó járta a várost, hiszen több száz fát locsoltunk. Meg ugye vannak azok a zöld felületek, virágos felületeink, például a Törtérút sarkánál, amik még nincsenek automata öntözéssel ellátva, azokat pedig kézzel kell locsolni. Mekkora volt a vízigény? Hát azért havi szinten 100-150-200 köbmétert elocsoltunk. Parancsoljon! Ugye ezeket tűzcsapról veszünk, és tartálykocsi oldjuk egy, köszönhet a Bácsvíznek egyébként a rugalmas hozzáállásére ez, és így el tudtuk látni a feladatot. Milyen a városnak a képe, ha arra gondolok, hogy mennyire szemetes, vagy mennyire nem szemetes? Ehhez kapcsolódik a közmunkaprogram is, így hiszen van. A közmunkásoknak eszméletlen mennyiségű feladatot ad az, hogy hát nem is tudom, hogy heti 100 zsákokról beszélhetünk? Igen, heti, hát inkább 200 zsákról. Minden héten? Így van, tehát a város egész területére kiterjed a közmunkaprogramban történő személygyűjtés. Két brigádra van osztva a közmunkások, egyik, akik a belterületi részeken, a főbb közlekedési utak mellett, ugye az Alszegi út, Széchenyi út, belvárosi részek szedik, meg van a külterületi brigád, aki a Budai út, a Fürdőtó környék, ami jellemzően használt, meg az Örkényi út, meg a Mizsei út, amiket ők szednek föl. Tehát ez súlyra az tonna, nem? Hát olyan heti 2 tonna szemét összejön. Ebben benne van az illegális lerakatok megszüntetése is, ugye ezt nem tudjuk annyira különválasztani. Ezt talán úgy lehet elképzelni, hogy egy platós kis terautó, aminek még magasítója is van oldalt, ez kétszer megtelik ezekkel az összegyűjtött szemetekkel. Akkor derül neki egyébként, meg akkor tűnne föl szerintem a város lakóinak, hogy igen, néhány nap alatt. Lehet is találkozni egyébként a munkájukkal, mert valaki figyeli, akkor látja, hogy az út szélén most már lila zsákok gyűlnek, azokat az közmunkások szedik össze napi rendszerességgel. Hogy ne kelljen ilyen munkát végezni, nem is tudom. Tehát a szemléleten kellene változtatni? Nem is kérdezem, hanem mondom. Hát valahol igen. Mi is azt tapasztaljuk egyébként, hogy nem egy tudatos szándékosság van mögött, hogy csak azért is szemetelni akarunk, hanem úgy érezzük, hogy úgy gondoljuk, hogy valahol hiányzik egy kapocs, hogy keletkezik a szemét a kezembe, és azt utána elvigyem egy szemeteshez. És ez inkább valahol egy ilyen nem mindenkinél, mert nagyon sokan nem így gondolkodnak, de sajnos azt tapasztaljuk, és főleg a közparkokban látjuk ezt a fiataloknál, hogy eltelik az iskola, kimegy, leül, beszélgetnek, teljesen rendben van ez, éljék a közösségi életüket, ott megisszák a kis dobozos üdítőjéket, megeszik a kis, nem tudom, mogyorójukat, csak elfelejtik elvinni a szemétbe a maradványt. Leteszik ott. És nem feltétlenül akarnak ők rosszat, csak egyszerűen hiányzik azt, hogy elvigyem. Mennyire ceglédi specialitás ez, vagy össztársadalmi szinten jelent ez problémát? Hát ugye meg vagyok már fertőződve ezzel az elmúlt 8 évben, hogy a városüzemeltetési céget vezetem, és azért figyelem egyébként, bárhova megyek el kirándulni vagy nyaralni. Hát én azt érzem, hogy máshol is probléma, ez nem csak nálunk. Tehát valahol még hiányzik ez a kapocs az emberekben, a fiatalokban, középkorúakban, bárkiben, aki ezt nem tudja, oda kéne rá figyelni, gondolni kéne rá, hiszen az emberek többsége otthon sem azt csinálja, hogy leül a kis kerti székébe, megissza az üdítőt és eldobja a kertbe a szemetet. Ez valahogy a közterületen hiányzik néhány embernél. Dolgozik-e a gréder? Hol? Mennyit?
Folyamatosan, véget ért a szárazság, mi is most már tudunk menni a gréderrel, ugyárban is dolgoztunk, ott volt a lútalapot is javítottunk, az öregszőlőben is dolgozunk folyamatosan, lassan utolérjük magunkat ezzel a feladatkörrel. Bízunk benne, ahogy én tapasztalom egyébként, mert járok én is az utakat, meg ellenőrzöm utána, tényleg nagyon jó használható utakat csinálunk. Parkolás, parkolással kapcsolatos feladatok? Változás nincs. Díjak? Egyelőre változatlanok, szerintem egy darabig változatlanok is maradnak. Az a bizonyos applikáció, amiről beszéltünk, az beváltotta hozzá fűzött reményeket? Hát azt a használókat kéne megkérdezni igazából. Mi nem érzünk változást benne. Én használom egyébként máshol, tehát én telepítettem, hogyha más városba járok, egyszerűbb az életem, hogy nem kell keresgetnem, hogy milyen zónába kell, meg mit, hanem maga a GPS segít benne. Bérletesek számának alakulása? Stagnál. Nem csökken, nem is nő. Ugye itt, ahogy beszélgettünk a múltkor, a Covid után volt egy ugrás, megszokták az emberek, hogy belvárosba parkoljanak, és ez maradt azóta. Van-e még hely egyáltalán valahol újabb parkolókat kialakítani? Illetőleg számíthatunk-e arra, hogy a díjfizetésre kötelezett övezet az nőni fog? Ez mindig egy örök kérdés, erről... Fel is fogom tenni. Jó. Ugye a testület tud erről dönteni. Tehát, hogyha őtőlük kapok egy olyan megkeresést, hogy bővítsük a vizetővezetek körét, akkor meg fogom ezt tudni vizsgálni. De tudomása szerint jelen pillanatban nem aktuális. Igen. Nem aktuális. Lakás, önkormányzati bérlakás és felújítás. Ez szintén örök sláger. És örök feladat. Örök feladat is így van, hiszen több mint 200 lakásunk van, amit karbantartunk. Jelenleg 3 nagyobb lakásfelújításunk fut. 2 a Szabadság térnél, ott a Rákóczi úta szemben van egy régi, ugye egy homokzatilag már teljesen felújított műemlékes ház, műemlékvédelem alatt álló ház. Abban van még egy nagyon nagy, több mint 100 négyzetméteres lakás, aminek a felújítását lassan végére érünk. Érte van egy belső udvari 2 szobás lakás, amit korábban statikus az életveszélyesnek minősített, így ki kellett költöztetnünk belőle a lakókat. Most megjött a forrás rá, és megerősítjük az alapot, már folyamatban van, és oda is egy lakás kerül kialakításra, illetve most a Kossuth-Ferenc utca 52-ben van egy nagy lakásfelújításunk, egy panellakás. Egy időben szinte arról beszélhettünk, hogy az értékesítésre kijelölt önkormányzati telkek fogynak, és el is fogytak. El is fogytak, így. Lesznek újak, vannak újak? Így van, az Akácos utcában van egy 1,6 hektáros telek. Ha végig megyek rajta. Én. Igen, ami most felosztásra került, most zajlik le a telekalakítás folyamata, a testület ezt kijelölt egyébként így módon értékesítésre. Itt 22 darab telek lesz. Nagyjából, nem is kevés? Nem, nagyjából 650 négyzetméteresek átlagosan. Ebből 11 lesz az Akácos utcára, 11 darab pedig az Akasztó szél fele néz. 650 négyzetméter, mekkora a beépítési lehetőség erre? Azt hiszem 30%-os. 30%-os. És akkor ez mikortól elérhető? Ez várhatóan, hogy jövő év elején kezdjük el az értékesítést, mire végigmegy minden folyamat, hogy a testület meghatározza az összegét neki, ki tudjuk írni pályázatra, még le kell zárulni a telekalakításnak, csak már a főépítési vélemény is megjött, zöld utat adott neki, tehát most már csak le kell zárulni a főhivatalba, le kell zárulni a folyamatnak. És azért mondom, hogy mire végig megy, ez körülbelül jövő év eleje lesz, amikor ki tudjuk adni a hirdetést. Beszéljünk még egy nem kis feladatról, amelynek a helyszíne a Székely utca. Igen, csapadékvízelvezetés, hogy a városban egy örök gond és probléma. Van egy úgynevezett, vannak úgynevezett farmesdjés árkok. Ez, amit a lakosok nem látnak, csak azok, akik ott laknak, hiszen 2 egymásba végellő telek között van. Ebből van még egy pár, van a belvárosban is. Ezek nagyon nehezen megközelíthető, és általában burkolatlan árkok. Viszont nagyon sok vizet visznek le. Ez a Székely utcai árok, ez például a belvárosnak a vizét viszi el. Az Arany János utcán megy végig, és onnan fordul oda be, és kerül ki szabadba. Az egy burkolatlan árok. Itt a félig ki volt burkolva, de már ilyen 50-60 centire föl volt töltődve. Hát most elég kemény munkával, gyakorlatilag kézi erővel végig, mert gép oda nem tud bemenni, ez elejére tudott egy picit bemenni, kell kihordani a földet,
meg visszahordani a támfalat, beordani az összes járólapot, amit kirakunk az oldalába, beordani a betont. Ez egy nagyon kemény feladat, és vállalkozó nem is akarta volna elvállalni, vagy ha el is vállalta volna olyan összegér, hogy az szinte megfizethetetlen. Így végül úgy döntöttünk, hogy akkor nekiessünk saját emberekkel is, és megcsináljuk, úgyhogy le a kalap előttük, mert ez egy nagyon kemény munka. Jó, amikor augusztusban kezdődött a nagy melegekbe, úgyhogy ők azt végignyomták. Úgyhogy az itt el fog készülni körülbelül 2-3 héten belül. És akkor a végére érnek. Végére érnek, és sokkal gyorsabban le tud jutni a városból a víz. Mondják, Krisztián, köszönöm, hogy nálunk jártál. Jó munkát. Van munkájuk, elég, úgy látom. Köszönjük szépen.